napot kívánok, hölgyeim és uraim! Én Gellér Dezső vagyok, ez pedig a Híradó. Tömegek lepték el az utcákat, miután egy internetes poszt teljesen felrobbantotta a világhálót. A bejegyzésben ugyanis az áll, hogy valaki látta a Bigfootnak nevezett fenevadat. Üvöltöző emberek, fáklyás menet, rendőrkordon. Ez fogadja azt, aki az utcán nem megy. Kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat, Gál Eleket. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. Igen, minden rendben van. Itt vagyunk a helyszínen, ahova még maga Bigfoot vadász is eljött. Abból a célból, hogy embereket toborozzon, hogy elkapja ezt a fenevadat, és lefotózza, és bebizonyítsa, hogy tényleg létezik. A szó a stúdióé. Illegális kakasviadalokat tartott otthon a kertjében az Amerikában élő magyar férfi. A férfi azóta a börtönben tölti a büntetését. Betörőt kapott lencse végre egy lakás biztonsági kamerája. A reklám után jövünk a részletekkel. Üdvözlök mindenkinek egy újabb Bigfoot vadászaton! Találjuk meg Bigfootot. Gyerünk. Bigfoot beszökött a városba. Van valaki? Üzzem? Bárhol rejtőztem. Bár még fa mögött ott esnek. Olyan területen járunk már, ami nem szabadna. De Bigfoot ért mindent. Ma az Abigail-le fogunk megismerkedni. Hatóanyagát a zsályakű kivonatnak köszönheti. Egy nagyon jó hatást gyakorol az idegrendszer. Az Abigail nagyon jó. Ha egész testünket bekenjük ezzel a kréssel, és érezzük, hogy rák idegrendszer kapott. Az utcára kimenve, ebben a vírusos időszakban bármiféle pillanatot a szervezetünket, bármiféle van, majd a krém hatni kezd. Óvatosan megfogjuk. Megkérdeztük az utca embereit, a hölgyeim és uraim, kis új ez volt rák, már adok ez a show. Vegyék meg, nagyon hatásos. Kussolj! Fogd már be a pofádat! Otto! Iratkozz fel a YouTube csatornán és kövess be azt a Facebook oldalt, aminek az a neve, hogy Kokto! Betörőt kapott lencse végre egy lakás biztonsági kamerája. A tettes minden gátlás nélkül besétált a lakásba, majd egy nyitott ablakon keresztül távozott. Ismeretlen művész, ismeretlen nevű szobrát találták meg az utcán. Fungor József műszakértő a Két Delfin címet adta neki. A szobor ma a Kistarcsai Nemzeti Múzeumban található meg. Köszönöm szépen a figyelmet, én Gellér Dezső vagyok, ez pedig a Híradó. Viszontlátásra!